Áldás békességet! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Isten igéjét olvasom a Jelenések könyvéből, a 3. rész 8. és 10. versét. Tudok cselekedeteidről, íme nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Jézus ígérete és üzenetei nem csak a múltban voltak érvényesek, hanem a jelenben és a jövőben is. Ezt mondja, mivel megtartottad álhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában. Mai áhítatunk is ezt a megtartó szeretetet hirdeti, és a jövőt illetően is bizalommal tekinthetünk a ránk váró próbatételekre. Bármi is történjen velünk vagy körülöttünk, Jézus megtartó kegyelmére bízhatjuk magunkat, szeretteinket és az egész világot. Egy régi kedves ének szavaival élve, az élet száz veszély, én lelkem mégse félj, míg ő hord karjain, ő mestered. Egy másik ének szavaival pedig, Isten hord karjain, ne csüggedj el, védelme biztató, jöjj, ismert fel, hatalmas karjai magához von, nem árthat semmi sem, ő oltalom. Kézen fog Isten és vigyáz reád, szeret, mint gyermekét hisző atyád, hitben e szent tudat sziklaszilárd, hűsége megmarad próbákon át. Ez tehát a múlt és a jelen tapasztalata, valamint a jövő reménysége, amihez újabb ígéret kapcsolódik egy intéssel. Eljövök hamar. Tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Jézus megtart, és erőt ad ahhoz, hogy mi is megtartsuk mindazt, amit tőle kaptunk. Ehhez azonban nélkülözhetetlen, hogy éljünk az általa megnyitott ajtó lehetőségek áldásaival. Sokakkal beszélgetve arra a megállapításra jutottam, hogy most, amikor egy új életszakaszhoz érkeztünk, már csak ne ott folytatnánk, ahol abba hagytuk, hanem hadd tudnánk magasabb életcélokat megfogalmazni, lelkibb, igazabb, szentebb életet élni, egyre inkább növekedve Krisztusban, Krisztus által az ő szeretetében. Kaptunk egy új lehetőséget, hogy ne csupán a régi megszokott kerékvágásban történjenek a dolgaink. Ezzel a nyitott ajtóval is érdemes élni. A jutalom, a mennyei korona pedig nem marad el, amire persze nem lehet rászolgálni, nem lehet kiérdemelni, egyedül kegyelemből, hit által lehet a miénk, Krisztus áldozatának érdeméért. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és ott marad örökké. Felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá, az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Az ókorban a győztes hadvezéreknek emlékoszlopot állítottak, és felírták rá a nevét, hogy hirdesse dicsőségét az elkövetkezendő nemzedékeknek is. Mennyivel dicsőségesebb azonban, ha valakinek a neve Jézusnál van felírva, nála van számon tartva. Ennél nagyobb ajándék nem adathat egyetlen hívőnek sem. Áldott legyen érte a mi Úrunk. Bár csak meghallanánk Isten szavát nem csak a fülünkkel, hanem a szívünkkel, lelkünkkel, értelmünkkel is. Adjon a Szentlélek tiszta látást, bölcs eligazodást, hogy mindig észrevegyük a Jézus által megnyitott ajtókat, lehetőségeket, és lépjünk is be rajta, ugyanakkor ne pazaroljuk az erőnket, energiánkat az általa bezárt ajtók nyitogatására. Emlékezzünk Philadelphia nevének jelentésére, testvér szeretet, s hadd vegye rajtunk észre a környezetünk, hogy Jézus szeret bennünket. Amen.